a belügyminisztertől kapott elismerést. Elismerésben részesült Simon Éva. Már 400 ezernél is többen csatlakoztak. A csúcsforgalom veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrség. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 23-án 18 óra 5 perckor. Dániel Sándor kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréseként bátorság érdemjelet kapott Pintér Sándor belügyminisztertől. Miért is kapta ezt? Kérdeztük a tűzoltótól, már a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltségen. Tavasszal családi kirándulásra indult Dániel Sándor Mátra-Verebélyi Szentkútra. Elindultunk Kumandoros irányába, és nagyjából a volt orosz laktanya közeléből már láttam, hogy Kunmadaras belterületén erős füst száll fölfele, nagyon sötét, és látszott, hogy intenzíven ég valami. Elsőre azt gondoltam, hogy talán a volt szeméttelep éghet, de hogy közeledtem családommal, láttam, hogy az bizony nem ott van, hanem ez lakott területen van, és hát úgy gondoltam, hogy megnézem, mert a füstből láttam, hogy még ezt nem oltják. És egyrészt kíváncsi voltam, hogy mi éghet, másrészt meg hát ha kell esetleg segítség. És a tüzet megtaláltuk Kunmadaras belterületén, egy melléképület tetőszerkezete égett teljes terjedelmében, sőt az már le is omlott, cserép nem volt rajta, a földén be volt szakadva, viszont mellette volt egy főépület, ami még nem égett, fölötte az épület fölött, tehát ez egy padlásteres épület volt, és egy ablakon keresztül láttam, hogy kezd a láng befele menni. Mikor megálltam, megkérdeztem, hogy hívtak-e már tűzoltó segítséget, és megkérdeztem, hogy van-e esetleg bent valaki, van valaki veszélyben, azt mondták, hogy nincs. Ekkor én bementem az udvarra, elvégeztem az áramtalanítást, ezt jelentettem telefonon keresztül a karcagi ügyeletre, és az épületbe körbenéztem, ahol az ablakon keresztül, az emeleti ablakon keresztül ömlött befele a füst, illetve a láng is. Az éghető dolgokat félrepakoltam, elraktam onnan, hogy ne legyen tűz tovább terjedése azon keresztül. Ekkor lejöttem, és kérdeztem, hogy esetleg slag vagy valami van-e nekik, a helybelieknek. Nem volt nekik. Ekkor újabb jelentést adtam a karcagi ügyeletre, hogy mit tapasztaltam, mi történt. Addigra a szomszédból egy slagot szereztek, azt a kerti csapra felszerelték, és azzal próbáltuk oltani, viszont nagyon gyenge volt a víznyomása, és a oltásra alkalmatlan volt, tehát a főépület teteje is kezdett már égni. Az ablakkeret az már teljesen égett, egy-egy része már le is hullott. Ezt láttam, hogy innen nem lehet a földről megakadályozni, hogy az épület teljesen leégjen. Ekkor kérdeztem a helybelieket, hogy van-e esetleg kötélmadzag valami, hogy fel tudjam húzni a slagot. Nem volt nekik, és akkor gyorsan végigfutott az agyamba, hogy mivel tudnám. És eszembe jutott, hogy mikor körbenéztem odafent, akkor találtam egy hosszabbítót, és az égő ablakon keresztül ezt engedtem le, ezt a hosszabbítót, megkértem őket, a helybelieket, hogy kössék rá a slagot. Én felhúztam, és így tudtam az ablakon kihajolva a tetőn a tűz tovább terjedését megakadályozni.
egy percig sem gondolkodott, amikor a tűzhöz ért, azonnal cselekedett, bár most a védőruha hiányát érezte a bőrén. Amikor megérkeztek a tűzoltók, aztán is segített a fecskendő vízzel való megtáplálásában a tűzcsapról. Megérkeztek a kollégák, én a szolgálatparancsnoknak átadtam az információkat, amit addig gyűjtöttem, és ezután én segítettem a fecskendő vízzel való megtáplálásában tűzcsapról, és amiben tudtam, még segítettem a kollégáknak, és mikor már átvették teljesen a tűzoltását, és már látszódott, hogy sikerül eloltani, akkor indultam haza, viszont a helybeliek nagyon kedvesek voltak, és megköszönték, oda jöttek, és megköszönték többen is, hogy segítettem. Amikor látta, hogy a tüzet sikerült eloltani, visszamentek Karcagra, átöltözött, és családjával folytatta az eredeti tervet rövidítve. Jó érzés volt számára, hogy szolgálaton kívül is tudott segíteni. Munka közben gyermekei büszkék voltak rá, de felesége is izgult, mert nem akarta elhinni, hogy bement az égőházba. A Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete ebben az évben a Karcag Város egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Simon Évának adományozta. Felkérem Simon Évát, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény intézményvezető helyettesét, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni polgármester úrtól. Simon Évával beszélgettünk, aki Karcagváros egészségügyi szociális díját vette át. Nagyon meghatott ez a díj, nagyon örülök neki. Valamikor a kórházban kezdtem az újszülött osztályon, és ahogy említetted, a nyugdíjas éveim, meg az idősek otthonából megyek el. Ez pont a legfiatalabbak és a legidősebbek, tehát azt hiszem, hogy nagyon sok szép élményben volt része. Igen, igen. Hát az újszülött osztály az egy csodálatos rész volt, ahol emberek születnek, és azt hiszem az időseknél is épp olyan fontos, hogy ott legyünk, és minden lelki oldalon családot pótoljunk, és foglalkozzunk velük betegségükben, és hát a nehéz élethelyzetekben is mellettük álljunk. Azt gondolom, hogy ez most pontosan sokkal felelősödött ez, amit ő mondott itt a járvány idején, hiszen a családcsangok sem látogathatták az otthon lakóit. Nagyon sok rendezvényen voltunk mi is, tehát láttuk, hogy nagyon aktív az élet az otthonban. Igen, hát ezt próbáltuk olyan rendezvényekkel pótolni, de mikor nagy volt a járványveszély, ezt se tudtuk megcsinálni, akkor személyes beszélgetések voltak, és a kapcsolattartáshoz nem csak jogi van, hanem próbáltuk megoldani úgy is, hogy ilyen messengeren, telefonon, akkor Skype-on, interneten keresztül, aztán zöld fóton elkészült egy ilyen kapcsolattartó szoba, hogy egy plexi üveg választja el a hozzátartozót és a ellátottat, és akkor mikrofonon keresztül tudnak beszélgetni. Tehát ez se volt akadály most már a vírus. Ennyi évtized után, ha újból pályát választana, ugyanezt választaná? Hát ez egy jó kérdés. Én örülök, hogy ezt a pályát futottam be. Én úgy érzem, hogy Isten ezt tette elébem, és ezen végigmentem. Most azóta a hobbimnak fogok élni, ami a fotózás. És hát a drága unoka, aki itt van és már türelmetlenül várja a mamit, azt hiszem, hogy ő lesz az, aki kitölti majd az üres perceit. Igen, hát vannak nehéz időszakok, amit a lányom se tud egyedül megoldani. Most egy nyugdíjas nagymama majd besegít nekik. Már 400 ezernél is többen csatlakoztak a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petícióhoz. Úgy vélte, ez annak tulajdonítható, hogy a választók emlékeznek arra, hogy Gyurcsány Ferenc volt a kormányfő, a demokratikus koalíció elnöke, egyszer kirabolta, egyszer tönkretette, egyszer pedig becsapta Magyarországot. Elmondta azt is, hogy a petícióhoz október végéig lehet csatlakozni. Úgy fogalmazott, hogy továbbra is lehetőség lesz közterületeken aláírni a petíciót, de most el is megyünk minden állampolgárhoz, bekopogtatunk hozzájuk és megkérdezzük, egyetértenek-e velünk. Hangoztatta azt is, hogy a baloldal az előválasztásnak nevezett showműsor keretében közel egy hónap alatt 160 ezer aláírás gyűjtött össze, jóval kevesebbet, mint a Fidesz petíció szűk három hét alatt.
Holik István szerint Gyurcsány Ferenc többször is bizonyította, hogy nem a magyar nemzeti érdek vezérli, hanem a hatalom megragadása és az abbanmaradás. Kijelentette, hogy annak idején miniszterelnökként azt a baloldalt vezette, amely folyamatosan adókat emelt és úgy kezelt válságot, hogy megszorításokat vezetett be. 2022 arról fog szólni, hogy ezt a politikát visszaengedjük-e a hatalomba vagy sem, szögezte le, rámutatva, hogy ma is Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetője. A 2006-os eseményekkel kapcsolatban a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy ami 15 évvel ezelőtt történt, az menthetetlen, megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan. Ezt a baloldali politikusok is tudják, csak éppen Gyurcsány Ferenc bedarálta őket maga alá, tette hozzá. Szerinte azért nem merik kimondani, hogy Gyurcsány Ferenc a múlt, amelyet nem szabad visszaengedni, hiszen Magyarország ma jó úton halad, és azt kell mondanunk, hogy Magyarország további erősödésében, felemelkedésében a legnagyobb kockázatot ma Gyurcsány Ferenc jelenti. A volt kormányfő Hollik István fogalmazása szerint kirabolta az országot, amikor a rendszerváltás után kommunista elvtársaival az állami vagyont kiprivatizálták saját maguknak. Kormányzás alatt tönkretette, 2010-ben államcsődhöz közeli helyzetbe juttatva hazánkat, az összödi beszédben pedig bevallotta, hogy csalással nyertek választást, hiszen hazudtak a választóknak, mondta Hollik István. Hozzátette, ezek közül máshol egy is elég lenne ahhoz, hogy az illető eltűnjön a közéletből. Mindenki tapasztalhatta, hogy az iskolai tanév kezdete miatt a karcagi oktatási intézményeknél a reggeli és délutáni csúcsidőszakban rendszeresek a forgalmi dugók. A legtöbben elsősorban kényelmi szempontokat figyelembe véve, illetve az időhiány miatt gépkocsival szállítják gyermeküket a bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba. Természetesen a közlekedők nagy része az intézményekhez legközelebb eső útszakaszon, várakozó helyen megállva szeretné kitenni, vagy felvenni gyermekét, ezért rendszeresen alakulnak ki torlódások. A Szolnokvárosi Balesetmegelőzési Bizottság kéri a szülőket, hogy a forgalmi dugó kialakulásának elkerülése érdekében lehetőség szerint parkoljanak egy kicsit távolabbi, kevésbé frekventált helyen. A parkoló és az intézmények közötti útszakasz tegyék meg a gyermekükkel sétálva, a nagyobb gyermekeket buzdítsák az önálló közlekedésre. Javasoljuk, hogy lakhelyük függvényében használják a helyi közösségi közlekedési eszközöket, illetve az adott intézményhez közelebb lakó családok kerékpárral vagy gyalog közelítsék meg úti céljukat. Továbbá kérjük, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek az oktatási intézmények környékén és az iskolák előtti kijelölt gyalogos átkelő helyeknél. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblogon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!